Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade végigjátszásomat, és itt maradtam, ugyebár, hogy a kergiteknek sincs már területük, és két területet már el is vettem a vejgirektől, szóval megyem el Nelagvárát, ja. Létrás, szóval nem lesz annyira nehéz elfoglalni, de ugyebár rengeteg a védő. Minusz egy kezdő előny. Hát igen, az azt jelenti, hogy jó sok a védő. Annyi az egész, ha jól láttam, két nemes is van a várban, szóval... Meg az a gyökér engem lő. Na. Jó, mindegy. Gyerünk, haladjunk, emberek! Ó, Lord Nelag meg is ölt egy lovagot. Hogy elnézem, be is jutottak az embereim. Wow, Lord Nelag már még egy lovagot megölt. Jó, a sajátom volt. Oké. Melyik volt az? Jó. Ajaj, sok a lövész. Ó, oh, na, másszál elém, remek. Haver! Ez gárdista vagy lovag? Lovag. Volt.
Hogyha muszáj elé mászni. Kilőttem a sajátomat. Easy. Ó, áttörtünk a védőkön. Ajaj. Nincs fedezék. Csinálj! Húsz vejgér lovag, az igen. Inkább legyen a vejgér lövész. Egész jó volt amúgy. Meglepő módon könnyedén elfoglaltuk a várat. Egy védő. Kell még nekem egy csomó újonc. Egyből a jó emberhez fordultam. Ritka az, mikor elsőre elkapom. Mázli. Na jó, irány újoncok után. Következő célpont pedig Kudán. Csak annyi az egész, hogy mindössze 14 lovagom van. És az nagyon nem jó. Most az van, hogy ugyebár Kurávban is hagytam lovagokat, Ismir alavárában is azt hiszem. Így össze kéne szedjek egy csomó rodokot, és akkor azokat kiképezni ugyebár mesterlövészekké, és itt hagyni a várokban, meg városokban. Vagy ugyebár felvenni még egy csomó izét, svadiait, és kiképezni őket lovagokra. Lovagokká. Ilyen egyszerű. És azt hiszem, hogy úgy lesz, hogy egyből kiképzem őket lovagokká. Csak annyi az egész, hogy az sok idő. És ugyebár kiképzem a lovagokat, és azokat ott hagyom a várakban, az úgy nagyon sok idő. Azt ugyebár Ismir alát ostrom alá is vették. Nincs hely, hogy fölvegyek újoncokat. Harminc újonc, az szép. Mert ugyebár jó lenne kivenni a lovagokat a várakból, meg városokból. Oké, innen nem tudom mi akar csatlakozni. 22 újonc, és mégsem tudtam fölvenni. Ha, érdekes. Pedig... volt hely.
lol. Oké, ez jó volt. Jó, megint lett egy csomó svaliaim. Nyilván fegyvereseim azok vannak, de hát fegyveresekkel nem lehet olyan könnyedén várat foglalni, vagy város, mint lovagokkal. És ahhoz, hogy egy jó várat vagy várost, ugye bár jól megerősített várost, vagy várost el, várat vagy várost el tudja foglalni, ahhoz kell legalább egy olyan 60-70 lovag. Hogy könnyedén levágják a védőket. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, jó, ezeket elintézzük, és akkor irány Kuráv, mivel azt is támadják. Azt is, azokat is le akarom győzni, hogy ne még most legyen ostrom alatt. És akkor irány Kudán. És el fogok venni még egy várost a Vegyirektől. Csak egyelőre nem tudom, hogy hogyan, mivel tényleg nagyon kevés a lovagom. És lovagok nélkül nehéz. Fegyveresekkel nem lehet várost foglalni. Hát nemes volt. Még van egy lovas, ha minden igaz. Ja, ott jön. Ez jó volt. Ugye az egész éjszaka van, azt ilyenkor a lovak lassabbak. Plusz a terep sem a legjobb, kicsit dombos. De ugyebár az íjászok is gyengébek ilyenkor. Egy lovas volt.
Hát igen, csúnya mészárlás. Ó, egy lovag. Már csak volt, mondjuk, de lényeg, hogy volt. Oké. Okay. Ez jó volt. És a foglyom vagy, király. Ezzel a nemessel se lesz probléma egy ideig. Valahogy jó lenne kiképezni a lovagokat, és az egységeket, és akkor kiszedni a lovagokat a várakból. Ez így 1, 2, 3, 4, 4. Rengeteg pénzzel tartozom. Már megint a seregnek. De legalább már van 44 lovag. Szóval 44 lovaggal még odaérek Kudánhoz, még ki tudok képezni néhányat. Oké, az jó. Csak az a baj, hogy elveszem a várost, ott is kell hagyjam őket. Hát ez a legrosszabb az egészben. Intézzük el Lord Mlezát. Állj meg! Hova mész? Hiába fut, így is újzsútól érjük. Mi a fene? Csomó gyalogos. Az egyik kapott egy fejes, de nem halt meg. Ennek csak ilyen gyalogosai vannak. Azt hittem vannak kemény a lovasai, meg lovagok. De nem. Oké, ez gyors volt. Azt hittem, hogy erősebb serege van, de nem. Csak ilyen gyenge előcsatározók, gyalogosok, meg íjászok. Némi lovas, meg veterán, és kb. Ennyi. Oh, hello. De ugye a végére maradtak a lovasok, aha. Hát valójában akkor sem valami erős a sereg, mivel nagyon kevés lovas.
Plusz ugyebár a végér lovasság nem olyan erős. Fegyveresek jobbak. Na, még valaki? Jelen nézem, van még néhány lovas. Hát ez meghalt. Ha már csak volt lovas. Győztünk? Nem, még van egy. Most már nincs. Ja, volt egy végér lovag. Oké. Okay. Ezek szerint így a végére mégis maradt néhány jobb egységük. De nem mentette meg őket. Irány Nelagvára, egy napot még várok, és akkor tudok kivenni még lovagokat, és támadom Kudant. Titeket oda. Oké, nagyon jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És még ti is jöttök. Jó, és akkor várok egy kicsit még. Egy napot. 3 megszökött, jó, nem baj. Jó, irány Kudán. Itt ugyebár van még 17 milicista, de nem baj. Előbb elveszem Kudánt, és akkor elosztom a csapatokat. De van 77 lovag, ami nagyon jó. Hát azt hiszem ez nem jött össze. Vagy mégis. Thank you.
honnan lőnek rám? Ja, előről. Azt hittem, mint hátulról jön a nyilvessző. Egész jól állunk. Gondolom a másik toronyban már megint vannak íjászok. Ja. Nem nagyon tudnak bejutni az embereim. Ujjjj. Ajjaj. No, 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 no. Vissza! Ennyi az annyi. Még van 10 emberük. Nem most kéne, hogy kiüssenek, vagy esetleg kilőjenek. No, no, no! Oké. Okay. Már azt hittem, hogy csúnya vége lesz. Bakker! Majdnem. Győztünk? Ja. Sirály, meg is lett a város. Wow, ez jó. Ez nagyon jó. Még lett 10 lövészem is. De nagyon kevés itt a fogoly. Kéne némi élelmet venni. Nem tudom mi a helyzet, de nagyon kevés, ha fogolja városokban, meg várokban.
ami nem jó. Így nem nagyon tudom pótolni a veszteségeimet. Várjunk, mennyi ember van így? 5. Wow. Jó, és akkor arra gondoltam, hogy irány a rodok területekre, és venni fel egy csomó rodok újoncot. És akkor, mire visszaérek ide, addigra azokból nagyjából mesterlövész lesz, és akkor ki tudom venni a lovagokat, és lecserélni őket mesterlövészekre, meg más egységekre, ugyebár ami nálam van. Vegyéllövészek, vagy más valami. A lényeg az, hogy a lovagokat, a svadia lovagokat, azokat valahogy ki kéne venni a várakból. Ez így 38. 40. Várjunk. 51, ja. Jó. Egyet vissza. Na jó, irány akkor. Te jó ég. Irány Saren. Nagyon messze van, de ez van. Utána azt hiszem, hogy elfoglalom Vinkjord várát. Ja. Nagyon messze van, fenébe. Annyi az egész, hogy kéne... nem tudom beszélni. Kellenének azok a... azok a rodokok, mert... akkor legalább egy csomó svadia lovagot ki tudnák venni a várakból, meg városokból, és tudnák támadni velük más területeket. Remélem, hogy azért más területeken több fogoly lesz majd. Mert az jó lenne, mert ugyebár a vejgérek például és a svadiaiak rengeteget harcoltak egymással, meg harcolnak egymással. Így valahol meg kellene legyenek azok a foglyok, mert ugyebár sokat harcoltak egymással, és valahol csak kell legyen egy csomó csomó svadiai fogoly például a vejgér területeken. Csak egyelőre még nem tudom, hogy hol. Hát ugyebár akkor egyből tudnám pótolni a veszteségemet. És hát valójában az lenne a legjobb, hogyha minden egyes város vagy vár elfoglalása után tudnám pótolni a veszteséget. Akkor nem kéne visszajöjjek mindig. $777, wow. Hát az nem sok. Hét rodok törzstag szintén nem sok.
senki. Ahogyan már emberek. Itt a harci helyzet. Oké. Jó, irány Jaragar. Svadiaiak békét ajánlanak. Elmenti. Nem, itt van. Á, nem hiszem, hogy utol tudja mérni. Ja, 4,6 a 4,3 ellen. Oké. Kicsit gyorsabb, mint mi. Ám bár. Nem is tudom. Nem hiszem, hogy belesétálna egy csapdába, vagy ilyesmi. Szerintem nem fog. Mindegy, irány Vinkjorvára. $4,700, az jó. Ám bár benézünk Drihimbe. Hát ez nem sok élelem. Harminchárom fogoly, na az már elég jó. Á, dupla létrás, az jó, az nagyon jó. Az olyat szeretem. Csomó Veigér gyalogos.
durva. Ah, hello. Hello, te jöttél utánom? Van egy... Wow! Lezalit egy ütés, vége. Igaz? Easy. Wow, az szép volt. Hú! Bocsánat. Nem? Oké. Oké, okay. Még két, egy lövész, jó, kartforgatónő, veterán Nordíjász, 23, nem fogadták el az íjászok, mindegy, ez így 25, és akkor még 25-öt, szóval kell 27 lovag, túl sok. Túl sok lovagot kell állandóan itt hagyjak. Sajnos. Következő célpont Jeirbe vára kéne legyen. Oké, egyből sokan csatlakoztak. Még négy. Ugyan már.
Senkinek sem kell segíteni. Na végre. Oké, még 9. Jó. Irány... irány Jairbe vára. Igaz, kevés lovagom van. 18. Wow. Az nem jó. Igaz, van 77 fegyveres. És ugyebár még azt a 77 fegyveres kiképeznénk lovagokra, az sok idő. Na mindegy. Azon csodálkozom, hogy még nem támadtak meg sehol. Nem gyűlt össze a vejgésereg, hogy megtámadjon. Kicsit furcsa. Itt nagyon kevesen vannak, bár ostromtornyos. $77,000, majdnem 78,000 dinárral tartozom. Kudánt, oké. Csak kérnem kellett, úgymond. Hogy megtámadjanak valahol. Egy szempontból nem baj, hogy megtámadtak, legalább a fegyvereseimet kiképzem gyorsabban lovagokká. Szóval nem probléma. Lord Mleza volt az. Nyíl az a hátam mögött. Lol.
Az az IAS beszorult oda? Én azt hiszem az IAS beszorult oda, nem? Vagy meghalt? Nem? Érdekes. Oké. Oké. Ez jó volt. Lovag, fegyveresek, gyalogosok, számszeríjász. Vagy 20 lovag, az jó. Néhány mesterlövész, előcsatározó, íjász, gyalogos, wow, rengeteg a svadiai gyalogosom. Na jó, legyen egy Veigir lovag, egy huskál, némi mesterlövész. Ez így 26. 30, és akkor még kell ugyebár 24 lovagot kell itt hagyjak. Sok, nagyon sok. Na mindegy. De legalább meg lett még egy terület. Most ugyebár, hogy oda kell menjek Kudánhoz, ezért arra gondoltam, hogy a következő terület legyen Szleszkvára, amit elveszek. Utána Radokhir, Riváček, Buluka, Iruma, Dramugvára, Rejvadin, és utoljára maradt Tilbautvára. Ja. Ha minden persze úgy megy, ahogy elterveztem. Ó, várjunk. Már nem támadják izét. Kudánt. Oké. Akkor vegyek fel némi újoncot Ulburbanbor még, és támadjuk Szleszkvárát. Képezzem ki őket. Oké. Legalább addig is még több lovagot képzek ki. Nincs mit kajálni. Jó, vegyük meg az itt lévő élelmet. Hogy elnézem, naponta egy olyan 6 vagy 7 lovagot tudunk előállítani. Kiképezni a fegyveresekből, az jó. Egyszerre kettő. Jó volt. Hányat kell amúgy? 6-ot, akkor még 4-et. Na jó, most csak egy jött, hát az nem sok. Lord Meriga megszökött. Remek. Jaj, ó, nyugjon. Hűha. Hú, majdnem. Majdnem sikerült. Oké, ez jó volt. És ha minden igaz, akkor arcra fel, ja.
Egy-kettőre levágjuk a zsöványokat, és irányítsz Leszkvára. Nincs ez alól lebénulva amúgy? Nincs, oké. Nem tudom, mintha olyan mozgása lett volna, mintha le lett volna bénulva. Ó, erdély zsöványok. Oké, ez jó volt. Benézek Kudánba, veszek még ki néhány lovagot, és akkor irányítsz Leszkvára. Azt még el fogom foglalni ebben a részben. A 7, 11, 12, 12, ennyi? Nem, 13 a huskárlal. Oké, igaz? Ja. Nem akarnak csatlakozni? De. Oké, az még jobb, mert akkor még 10 lovagot ki tudok venni. Remek. Plusz még némi élelem, az mindig jól jön. Mert abból most jelenleg nagyon kevés van. De azt hiszem veszek még Slesk falujából. 57 lovag, az jó, az jó. Oh, god damn it. No, mi? De nem kaptam jelentést, hogy... Nem az volt, hogy Kudán támadták? Kurávot? What? Az szép! Még, izé... Bakker... Na ez igen, ez most nagyon jó. Nem Kudán volt ostrom alatt, hanem Kuráv. Hát, ez így most gáz. Ez így most nagyon-nagyon-nagyon gáz. Hát ezt most benéztem. Ezt most nagyon benéztem. Bakker. Hát srácok, ez most gáz. Ezt benéztem rendesen. Ja. Ez most adott nekem.
A fenébe, most elvesztettem egy várost ugyebár, most megint a védőket tegyem valahogy vissza. What? Mekkora dezertálás? De az élelem nem adja a morált? Mármint nem nyújt plusz morált? Igaz, hogy nem tud plusz morált adni, mert túl nagy a sereg. Hát ez most gáz. Most egy jó 50 lovagot ott kell hagyjak majdnem. Kurákban. Hát igen, ezt benéztem. Pedig viszonylag közel voltam a városhoz, de én nem láttam, hogy kaptam volna jelentést arról, hogy ostrom alatt áll a város. Mármint tudom, hogy egyszer kaptam egy jelentést Kudánról, de azt megnéztem, nem még állt ostrom alatt, de hogy mikor támadták meg Kurávot, nem tudom. Ez furcsa volt. Hát ez most gáz. Akárhogy nézzük. Na mindegy. És ugye már ismer a lavára, vagyis ne lágd vára is ostrom alatt áll. LOL, kilőttem a hegyi zsiványt. Az komoly, az hogy? Jó, eltaláltam a sajátomat. Hány ellenség van még? 3. Jó pár vejgír lovag. Oké, az jó volt. Jó, lett néhány, most lett egy kevés morálunk. Ezeket még el kéne intézni. Hát ez most egy kicsit hátráltatni fog, hogy elveszítettem korábban, ugyebár most ugye vissza is vettem. De most ugyebár akkor új védőket kell otthagyjak, és az nagy veszteség. Na mindegy. Annyira nem lényeg, de ez van. Annyi az egész tényleg, hogy én nem vettem észre azt, hogy támadják a várost. Tudom, hogy Kudánt azt támadták, de egy idő... Oh, bakker. Hogy egy ide után felhagytak az ostrommal, de az, hogy Kurávot mikor támadták, meg nem tudom. Annyi az egész, hogy valójában már nem számít annyira. Mert egy királyság ellen harcolunk már csak, ha úgy vesszük. És ha el is veszítek néhány területet, annyira nem lényeg. Thank you.
Gárdista. Nagyon tetszenek a Veigyér gárdisták, faján néznek ki. Ugyebár ilyen Benga nagy izét használnak, barbarik fejszét. Nem mindegyik, de legtöbb. Csak ugyebár a gyalogsággal annyi a probléma nyílt terepen, hogy lassú. És a lovasság mindig is ütötte a gyalogságot. Na jó, nem mindig. De legtöbbször. Van három ellenség. Már csak egy. Egy lovas, nem karaván kísérő. Oly, lovas volt, mert karaván kísérő az lovas. A legjobb az, hogy a csata után legalább lesz némi morál. Rengeteg embert veszítettem a dezertálás miatt is például. Veigyér lovag mindössze 230 tapasztalatot ér. Az nem olyan sok. Azt hiszem a Nord huskárok érnek a legtöbbet. Ezek nem olyan erősek. Egy csomó lovagom. Nem olyan nehéz kiképezni amúgy a lovagokat. Egy-két nagyobb csata és kész. Fegyveresekből egyből lovagok lesznek. Na most akkor erősítsem meg Kurávot, és akkor irány Nelagvára. És zárom a videót. Hát ez most egy kicsit hátráltatott, ez a város elvesztés. Oké, 1, 3, 5, 11, 21. Nem akar csatlakozni az a néhány, de 21. Ez így akkor 24. 25. És akkor még 25, szóval 26 lovag kell, ha minden igaz. Jó, élelemmel tele vagyunk. Irány Uslom, és akkor Nellágvára is zárom a videót. Van még 50 svadi a lovagom, 58 fegyveres, 14 gyalogos. Azokból nagyjából mind lesz, mind lovag. Mind
mindössze kettő. Még 10, az nagyon jó. Lett még 12 újoncom. Kíváncsi vagyok, mennyien támadják a várat. Nelag várát. Lord Vlan egyedül? Oké, az semmiség. Képzek néhány lovagot, fegyverest, huskárl is lett, sirály. A vejgírekből lesznek a kemény vejgír lövészeim. Lássuk, még valaki csatlakozna? Állj félre, asszony! Sehol senki nem akar csatlakozni. De miért? Vagyis nem, hogy csatlakozni, hanem senkinek nem kell egy kis adomány. Pedig jó lenne, mert akkor még többen csatlakoznának. Mindegy, irány Nelag vára és zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!